Lehet csinálni ajakfeltöltés után, is mit nem? Szóval ez egy ilyen ajakfeltöltés után mi az, amire oda kell figyelni tulajdonképpen? Hát ezt itt a kedves kollégáim mindig, mindig elmondják a, a hölgyeknek. Azt kell tudni, hogy ajakfeltöltés után duzzadtabb az ajak, tehát egy picit sok lesz ajakfeltöltés után a változás, ennek két oka van. Egyrészt az, hogy nagyobb lesz és szokatlan lesz a, a páciens számára, másrészt előfordulhatnak kis bevérzések az ajakban, sőt az is, elő, sőt, az is előfordulhat, hogy, hogy egy kicsit bekékül belül az ajak. Ez nem, nem abnormális. Az ajak egy borzasztóan erekkel átszőtt szövet, nagyon jó a vérkeringése, nagyon könnyű kis ereket ott eltalálni vagy elszakítani, és ilyenkor általában ez szokott lenni. Ezért is adunk borogatást az ajak feltöltés után azonnal a hölgyeknek. Hogy ezt a rögtön betöltés utáni duzzadást el lehessen kerülni. Nem egy vészhez duzzadásra kell gondolni egyébként, de egy kis jegeléssel ez megelőzhető. Ugye mondottam, hogy az feltöltő anyagnak, a hialuronsavnak vízmegkötő képessége van. Tehát tulajdonképpen úgy kell elképzelni, hogy betöltés után egy picit sok lesz az ajak, tehát nagy lesz, hanem egy picit visszamegy, és utána megint egy picit nőni fog, ugyanis akkor a hialuronsav elkezdi megkötni a vizet és akkor fogja elérni azt az állapotot, ami majd valamennyi ideig fennmarad. Ezzel kapcsolatban itt van kérdésem, tehát majd ott fogok erre válaszolni. Az ajaknak a hűtése még egy néhány óráig, de nem fagyasztása, erre nagyon figyelni kell. Tehát az ajaknak a hűtése néhány óráig az ajakbetöltés után az, az javasolt. Természetesen tisztálkodni, meg minden ilyesmit fogat mosni. Az szabad. Na azt szoktuk kérdezni a hölgyeket, hogy egy-két napig, ha lehet, akkor ne minkeljenek, az jót tesz. Tűzőnapra nem szabad menni, szoláriumban nem szabad menni, és szaunába sem szabad menni, sőt, hogyha egy-két napig pihennek, és mondjuk nem mennek konditerembe, annak is ö, ö, örülünk. Azt szoktuk még kérni, hogy fogászati kezelések például egy-két-három napig ne legyenek az ajakfeltöltés után.